Kicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves lelki gyakorlatozó, sok szeretettel köszöntelek Nagybőjt első hetének szombatján. Egy hete közösen készülünk húsvét ünnepére, az pont ma Nagybőjti ráhangolójával. Mai elmélkedésünk alapja Szent János evangéliumából való. Jézus így tanított az utolsó vacsorán, Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Maradjatok meg az én szeretetemben! Egy héttel ezelőtt azt mondtam, amikor Jézus megkísértéséről olvastunk, hogy a lélek a pusztába vitte, egy nagyon mély Isten kapcsolatba, egy nagyon mély Atyával való kapcsolatba. A Szentlélek mindig Isten kapcsolatba visz bennünket. Ezen a héten próbáltunk elmélyülni Isten kapcsolatunkban, és ennek a csúcsa meg is maradni ebben. Említettem már, hogy az üdvösség Szentpár szerint az, hogy örökké az Úrral leszünk. Ezt már itt a Földön elkezdjük. Az nem majd oda át lesz. Az örökké már itt kezdődik. És itt kezdődik az Úrral való kapcsolat az ő szeretetében való megmaradással. Mert annyi minden ki akar szakítani ebből a szeretetből. De nekünk törekednünk kell arra, hogy ebben megmaradjunk. Ez nem mi értük el. Ez nem egy verseny, és ahol megkapjuk a díjat, az első díjat. Ezt ajándékba kaptuk, ezt a kapcsolatot. Ezt Jézus érdemelte ki számunkra, kereszthalálával. És azt akarja, hogy ebben a szeretett kapcsolatban megmaradjunk. Ő benne. És hogyha ez így van ha ebbe a kapcsolatban benne vagyunk, akkor örvendező emberek leszünk. Akkor örömünk soha el nem fogy. Gondoljunk csak Szent Pál Apostolra, amikor azt írja a levelében, örvendezzetek az Úrban, újra csak mondom, örüljetek. És ezt a börtönből írja. Mindegy, hogy hol volt, tudott örülni, mert Istenben volt. A külső ember csak azt lát, hogy a négy fal között van, egy börtön cellába, de ő Istenben volt. Isten szeretetében. Az ő hite is, mint Péteré is, erre a sziklára épült, hogy Isten mindenütt jelen van. Én Istené vagyok. Ő az én mennyei atyám, Jézus az én testvérem. És hogyha bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, én Istenben vagyok, az Övé vagyok, megváltott vagyok. Megmaradni ebben a szeretetben? Testvérek, kell-e ennél nagyobb ajándék Istentől, mint hogy benne lehetünk? Jézus olyan, mint egy védőburok. Körülvesz bennünket. Mi ott vagyunk ebben a burokban, és bármi jön a világból, kísértés, Üldöztetés, betegség, bármilyen megpróbáltatás, ez mind először Jézuson megy keresztül. Valahogy olyan, mint a Földnek a légköre, mennyi meteorit és káros sugárzás és minden van kívül a világőrbe, de mennyi mindent kifog a Földnek a védőburka, és milyen kevés az, ami káros ér bennünket. Valahogy így van a hétköznapjainkkal is, csak az jön át, megpróbáltatás, nehézség, ami előbb Jézuson átment, az ő szeretetének védő burkán. És az csak azért jön át, és csak azért kapjuk, mert Isten úgy gondolja, hogy ez lelki javunkra szolgál. Ne akarj soha kiszakadni ebből a védőburokból az Úrnak a szeretetéből. Sőt, igyekezzél napról napra egyre jobban elmélyülni ebben. Jézus erre hív ebben a nagybőjtben is. Legyenek ott minden napban a nagy csendek, amikor Istenre tudsz figyelni, amikor a másik emberre tudsz figyelni, amikor a teremtett világra tudsz figyelni, Isten szemével látni magadat, a másikot, a teremtett világot, és nem csak így látni, hanem mindezt Istenben látni, benne lenni. Kívánom számodra, hogy a mai nap folyamán felfedezd, hogy a te életed is Istenben van, és kérd a kegyelmet, hogy ebben a szeretetben meg tudj maradni, hogy semmi el ne szakítson Isten szereteté től és Isten szeretetéből. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Köszönöm, hogy ezt a hetet együtt töltöttük, együtt készültünk ezeken a reggeleken, húsvétra, az Úr Jézus feltámadásának ünnepére. Remélem, hogy sikerült minden nap valami olyan gondolatot adnom, ami megérintett. Ha tetszett, és még nem tetted, akkor iratkozz fel erre a sorozatra. Következő héten majd másik atya lesz, aki vezet téged ezekkel a gondolatokkal, amik itt elhangzanak, hogy úgy készülj fel a húsvétra, hogy lelkednek feltámadása legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!